Sziasztok, Danuka vagyok, ez itt a Falu című, na, és ez itt a Mélytengeri Kalandok című sorozatunk negyedik évadának következő epizódja. Itt van velem Attila és Rolandó. Hello. 12. Szerintem meg én meg azt hallom, hogy... Előző adásunkban eljutottunk addig a pontig, ahol már mehet fölfele a lépcső az új helyszínünkhöz, az új szigethez, ami már nem kis sziget lesz, nem kis sziget lesz. Én megkaphatok egy koordinátát a hazafelé? Igen. Én pedig a kis szigetnél vagyok, és első körben most fát szedtem, második körben pedig egy kis kaja ügyet is csináltam, tehát kenyérrészt is megcsináltam. 41, hát az három főnek nem túl sok kaja. 13 kenyér. Ha. Attila, te ásol, nálad van egy csomó csákány. Tudom. Akkor miért írtad le? Hát, hogyha te is segítenél, lennél oly kedves, hogy segítenél lenne. És akkor ugye mostani adásunkban az lesz a feladatunk, hogy bizony-bizony megépítsük a... Hát illetve, mint mindig, még igaz a feladatunk, hogy most építsünk egy csillecsumit a második helyszínünkhöz. Igen. És nem meghalni még egyszer. Ha. És ha meg lesz a alagút, úgymond ide, akkor már szabad járásunk is lesz ide. Így van. Bármint nekünk tölival, nekünk ide járkálva, de a spawnernek állt. Szóval most az sem annyira probléma, hogy megdöglött a rájta. Lehet, hogy előbb kellett volna valami szettet csinálnom. Ja, meg lett. De lerakom a szélet egy ládába, szóval nem megvan. Merre vagy? Elértem. Ott a neved? Most a mindshopton keresztül. Igen, mivel nincs nálam csákány még mindig. De csak szóval el van tőlem torlaszolva. Tudom, mivel itt egy csomó mob. Majd vagy? Engedj be! Szaladj! Tárd el valami el! Ne a félszív! Kész! Jó. Srácok az izgalmas részből kihagynak. Hallod, szeretnél halbokkolni? Kamerával megoldan. Vagy inkább én most csak a kamerás részére gondoltam. Valami fel tudja venni. Csak le kéne hozzá tölteni az OBS-t. Meg lehet. Meg az én módszeremet. Hát. Ez az is. De megoldható lenne egyébként egy szemszögről ira. Uh-huh. Mert róla általában az irgalmas részeket csinálja. De ez már egy más sorozat. A sorozat közepén nem lenne túl. Még nem vagyunk a közepénél, bárki tudja. 68. A te lemögötted? Kérem vissza a vödrömet. Köszönöm. Ja, és hogyha még megvan a sín, utána még ki kell szépíteni ezt az alagutat. Hát. Meg vissza is kéne még térnünk élve. Hát. Tehát van még és... meló. 68. Mindjárt ott vagyunk róla. Vasat kiszedem. Szedem. De most más témább. Itt vagyunk, annál a koordinátánál, amit leírtál, egy semmi sincs. Minus 166? 668. Igen, de minus 166 az első. Minus 160. Miért nem? Ja, arra. Jó, az utána, igen. Ásom a fentit. De, várjál, minus 166 az nem erre van. Nem, erre plusz van. Én? Nem.
Én ásom a fent itt, az lenk. Sebesség. Valami nem jó. Hát szerintem valami. Aha! Meg lett. A tűnben... És akkor ezt lássuk tovább. Azok nem létezik. Ezt lássuk tovább. Jó, jó vagy. Mine in the way. I don't know. Mi az a lyuk itt fölöttem? Az. És az hogy lett megásva? Meg szépen ott ástam fel, hogy jó-e a hely. Tehát jól ne ásva. Tehát, hogy ne a vízbe legyetek. Az előző meg vízbe voltunk. Ez kényelm. Azért mondtam, hogy még egy ötöt még azért mennék, mert ez nagyon a széle volt emlékeim szerint. De végül is nem. Roli, lehetőleg ne ást ki alatta. Már késő. Fél fucking szív. Segítetek rajta. Jelenben ne gyere. Tegyem ki a májad. Kitty. Kínos csend. Ez nem olyan, mintha kánkot szedni. Sokkal fiction. Szerintem lassan most szedek egy kis szenet is, mert ki tudja, bár szerintem abban nagyon jól állunk. Hát, tessék Attila, még egy csákány. Bár csak működne az, hogy a bármilyen csomagszállítós elé berakunk egy sütőset, és akkor mechanikai úton, módon működne a szállítás. Nem kell meglökni. Yeah. Bár mondjuk nagyon, az még nagyon-nagyon gazdasági ügyben még nem biztos, hogy megérős. Fogyasztja a szenet nagy mennyiségben, nem? Meg lehet oldani, csak szólok. Csak hát nem ilyen módokon, hanem redstone-nál. Uh-huh. Bár redstone-nál nem lehet megoldani. Hát ahhoz be kell indítanod, hogy működjön. Azt mondjuk nem lehet redstone-nál megoldani, hogy ráteleportálj másra, ha nincs command blokkod. Royal generátor tanuka. Royal generátor. Ja? És az már mostani... Aha. Van? Ez nem nehéz. Spár darab. Nem nehéz, csak kiégetett kő kell hozzá. 12-szor. Akkor majd. Akkor... Majd ráérős, jó? 72 plusz egy piszton az... Jó, ráérős, maradjunk annyiban. Mert így is még a... Elkezdem most a sineket összepaklintani. Egy vas kéne szerintem az, hogy automatikusan tudjuk elérni. Amúgy is mit akarunk majd csinálni ennyi kővel? Dekora. De akkor most jó lenne, hogyha egy teljesen másik dizájnt találnál ki, mert az a új kövek, tehát ez a Diorit Granitan, az itt meg kicsit normál. Hát, az a baj, jobb ötletem eddig most nincs. Ahhoz Stone képest. Stonebrick plusz valamiféle fal. Szerezzünk clay. Hihi! Akár az is egyébként a clay is. Tégla. De hát az nagyon, nagyon... Az nagyon költséges lesz az úgy, szerintem. Most vagyunk egy mocsváral, amit elő van clay-jel. Akkor majd, amikor kijutunk, akkor majd elkezdjük. És tegyük fel, a kontinenst ketté vágja egy folyó. Akkor a folyónak a másik végébe is kell egy vasút, nem. Hogy oda átvehet? Az egy folyó, nem egy tenger. De ketté vágja az kontinens. Én azt gondolom, hogy nem köl. Az folyó, nem tenger. Nem? De. Csak hát a Minecraftban nincsenek tengerek. Eh, 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 eh.
Akkor, akkor a folyónak tekintem, ami miatt nem kell át, nem kell csinálnod alagutat, jó? Okay. Ha akarsz, csinálhatsz, de nem kell szerintem átmenni vasúttal. Az meg. Gratulálok. Drakulálok. Meg nem Attila, szólal. Hogy sikerült? Meg nem szólal. Nem szólal. Nem. Nem akarom hallani. Erről nem beszélünk. Mondtam már, hogy gratulálok. Egyelek meg téged is, Zsanokon. Attila, hogy sikerült? Hallod? Megfejelne mindkettőt. Ahhoz ide kéne jönnöd először. De gépi megoldás is megfelel, lefejeled a gépet és átadod nekünk. Azúton átadod nekünk. Hát ez numero 1-es vasút, ez nem van. Na? De a padló ugyanolyan, mint az előző. Igen, a padlón azon nem fogok változtatni. Az biztos. De az viszont már látom, hogy nem sokára ott vagyunk. Attila, amúgy Attila, arra véletlenül emlékszem, hogy kb. Milyen magasságban volt? Oké. Valami 60-as magasságban hiszem. Akkor már csak 20 blokkot kell felfelé mennünk. Ja, a felszín. 63-64 körül lehet a tengerszint. Ahhoz képest egyet-kettőt kell hozzáadnotok. De holott nem lesz magától. De ha az segítség, 2x2-es blokkban építsétek fel magatokat, és az már annak tekinthető, hogy kint vagyunk. De amiről jól látod, hogy mennyi kell, hogy innen az egy nagyobb hely. Ja, megvan, ahol fölástál? Na, pont belelógott egy blokk híján. Tényleg szedjed már? Szedem. Kollegális. Kollegális. Magyar munkaerő megosztás. Egyik csinálja, másik nézi. Ja. Mi az, hogy nézem, ember? Mindjárt megfeje. Most megkom, hogy lelöklek. Ide. Kicsába. Csak ő is megy. Most leesek. Viszlát. Nem vagyok benne biztos, hogy ez most nem volt terven kívüli, ez Rolandótól. Tudom, szerintem a kaja miatt csinálta. Én szívem voltam úgyis. Akkor nagyon nyertem az ügyjel. Hát én is jól tudtam, ezért öltem meg. Másképpen nem öltem volna. Ah, dehogy is. Másképpen csak túlélem igazából, de ugyanúgy lelöksz. Úgy miért van itt kettő darabokra? Azért, mert az fogja jelölni a csillecsumi végállomást, vagy hogy mondjam. Aha. Az ilyen jelölés nekem. Ennyi kavicsal vagyok kevésebb. Jelölünk. Hm. Spechemre mindet elvittem, tippelmem. Great job. Hát persze, hogy mindent elvittem. Mit csináltál? Azt mondtad, hogy kellett, szóval... Szabad ne legyen. Mit csináltál? Egy szabad ne legyen. Mit vertél nekem? Kényelem. Yippee-ki-yay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 -y
Il caliente. Yipi! Muli caliente. Nem tudom. Az olasz hívőben, de ugye azt tudja. A jó élet, álljon meg! Nézd a pont szemeimbe! Nézd a pont szemeimbe! Ezek a szemek fogják végignézni a lassú halálodat! Isten álljon meg téged is rá! Rittig úgy! Rittig! Megvárom, hogy felugorjon egy blokkot és kieszedem alulra! És most meg nem tud parkőrözni! De ezt úgy van, mint eddig tudtam volna. Nem, nem. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Inkább szedem fel a követ. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Az oda nem köl. Nekem már csak egy kőcsákányi van, és ez is mindjárt eltörött. Nekem meg egy vas és egy gyémánt. Pont jó! Ha-ha-ha-ha! Attila. Hát illetve pont nem jó. De majd megy. Akkor megoldjuk, hogy jó legyen. Hello. Szevasz. Ki üzent? Ki volt az a bátor? Te. Nagyon jó. Örülök, hogy streamer, csak nem értek el éppen. Ki az? Hát szerinted adásba be fogom mondani. Ha majd jutadok, ha is bemondja, csáó miért. Csak Mia adásozik? Azt mondtam, hogy ezért te is általában beszoktad mondani, hogy kapsz értetést. Igazából semmit nem számít, mert ugye max reklámozzuk a streamert. Mert ugye amikor kikerül, akkor már biztos, hogy vége annak az adásnak. Valószínű. De úgymond ez is egy ilyen annak a bizonyos streamernek. Kivétel, ha 0-24-ezik, mint Pala. Bár most már nem. 24-ezik. Bár addig olyan sok kaja fog kifolyni abból a segjukból, ki fog menni. Attila! Most kigyédlek! Ez mi volt? Jézus Krisztus meg a szentlét! Elmondom, hogy kutyákat esküszöm hívó leszek. És ami most tényleg benne van a fejemben, azt tényleg nem mondom ki. Mondjam. És mi van, hogy ha még ott lenne a kutya és szagolgatná őt folyamatosan, mint ahogy a kutyák szoktak egymást. No. Már túl sok. Siklottunk. Kisiklottunk. Kérlek. Kisiklottunk. Attila, amit nincs, azon nem tudsz elgondolkodni. Magyarul nincs eszed és nem tudsz gondolkodni? Nem, az életemre mondta neki. Én csak szépen elhátrálok. Nem, mész te sehova. Én innen elhátrálok. Azt megölni magát egy én. És még nekem mondod, hogy sokszor halok meg. Kíváncsi volt, hogy mennyit sebez. Nem tudtam, hogy belehalsz.
Öcsém, nem én haltam bele, hanem te, de nem baj. Ezt egy imán csak egy felökön. Nem. Jó, tovább. De egy tiszta kapod, dugodj meg, csak dolgozok, nem? Kinyírlak. Most mit vétettem el, az most szuicid hajlamaid most érett ki, most nem tettek róla. Meghal. Most élet ki a szuicid hajlamaidat, ez miért az én hibám? Attila. Mesélj, ez a nevem, ne toptam. Kétszer nyírtál ki. Mi az, hogy kétszer? Max hát, kétszer. Igen, és abból az egy az az volt, amire engedélyeztél, szóval kikérem magamnak. Nem csak kíváncsi voltam, hogy megteszed-e. Nem tudtam, hogy tényleg megteszed. Persze, hogy megteszem, is persze. Amúgy már látjuk a felszíntről. Én meg már látom a halálodat. Közeledek, itt jövök a lépcsőn. Ja, lelépek a picsába, ez nem tudom megválni. Na jó. Komolyan mondtam, ember. Szóval mielőtt még elmászunk. Dü-dü-dü-dü-dü, ránk tű. Kettő fucking szíven van. Nem tudtam. Já nem. PvP nincsen. Végül csak tudod rattam, hogy kibaszottul haladok, lovazzom, hogy lejjepek, de nem. Az ötödik évadot már hátkorban fogjuk nyomni, az 100%. Sokáig fog vártani. De Luka, Attila meghal magától is. Igen, ez a jó hír. Szólalt meg, akit egy zombi megöl. Milyen? Egy random kósz a zombi. Mr. Hardcore. Ja. Jól van. És kimentett meg amúgy ott Creepertől, meg három Skeletontól. Bogi. És hogyan? Hogy önmagát áldozta be. Hát igen. Nem, ott volt a legviccesebb, hogy abban a survivalben Bogi tovább élt, mint mi. Amúgy. Én úgy haltam meg, hogy a fejemre ugrott egy creeper, és amikor ugrás közben már robbant fel, azt amikor föltözért hozzám mellé, már felrobbant. Roli meg csak simán meghalt. Ja, és hány mob vett körül engem? Azért, mert te elfutottál onnan? Nem, nem tél oda. Nem tettek arra, hogy hülye vagy. Mi visszatudod? Mentem segíteni neked. Mi? Közelebben nem voltak ezek a magok. Visszaadnád a csákján nyomát? Kérlek. Nem. Szedd ki a homokot addig. Hát, kösz. Szedd. Vagyunk homokkő. Kiszedem. Fuck you. Kiszeded, Lacey? Kösz. Én addig felmegyek. Nem mehetsz még fel. Nem mondtam, hogy fel is megyek teljes. Nem sokáig mész. Most, hogy véremet kaptad, most már lenyugodtál? Igen. Finom volt. Hm. Hannibált hallhattunk. Vagy Hannibált. Hiha! Danuka! De amúgy itt még a mocsárnál itt van egy melléksziget. Akkor majd még lesz még tovább menetelünk. De nem. Egy ilyen nagyon picike. Ja, akkor azt hagyjuk. Amin igazából nincs semmi. Ja, konkrétan csak homok van rajta. Amúgy akkor most végül is ide feljöhetünk, Danuka, vagy sem? Mert arra a pici szigetre? Nem, a pici szigetre. Hát, hogyha fel tudtok menni lépcsőzve, akkor igen. Fel tudunk menni lépcsőzve. Akkor kész. Nice, itt van egy csomó csirke.
Akkor ünnepeljünk azzal, hogy itt az adásnak a vége. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Birka! Sziasztok! Hey! Sziasztok!